Vasárnap Alekszandr Lukasenka 66. születésnapján is 10000-re követelték az elnök lemondását és új választások kiírását a belarusz fővárosban. A rendőrség élő falat vonva zárta le a Minszk központjában lévő Függetlenség tér felé vezető utakat a tömeg elől. Az elnöki palotát már nem csak rendőrök, katonák is nagy erőkkel védték a békés tüntetőktől, akik ezúttal is az ellenzék vörös-fehér zászlaja alatt vonultak a békés függetlenség menetének keresztelt demonstráción. A hadsereg páncélozott járművei és vízágyúk is feltűntek, valamint fémrácsokkal felszerelt gépkocsik érkeztek alakzatban a tüntetők kiszorítására. A speciális rendőri erő tagjai már a tüntetés előtt több tucat embert kiemeltek és rabszállítóba tettek a gyülekező tömegből. Ekközben az országot 2,5 évtizede uraló Lukasenka ismét telefonon egyeztetett a neki segítséget ígérő orosz elnökkel. A Kreml csak annyit közölt a beszélgetésről, hogy Putyin gratulálta a születésnapos belarusz elnöknek.